Nem elég csak beszélni róla, meg is kell mutatni képekben, videón a környezet szűkebb pátriában felelhető rombolását, pusztulását. És megmutatni, melléje tenni azonnal a minden eszközzel védeni valót, a még menthető szépet, értéket. Ez a cél, ennek megmutatása vezérelte a Tolnai Magházban a napokban megnyílt tematikus amatőröket megszólító fotókiállítás szervezőit. A tehetségeket kerestük, elsősorban a fiatalok számára hirdettük meg ezt a pályázatot, és szerencsére jelentkeztek is szép számmal. Ezt teljesen amatőröknek írtuk ki, tehát nem profi fotósoknak, hanem tényleg próbáltuk az ifjú feltörekvő tehetségeket megtalálni, megszerettetni a fotózást, illetve felhívni a figyelmet egy olyan, ma már hétköznapinak számító ökológiai problémára, mint a környezetvédelem. A két zsűrizőt, Szakó Balázs és Nádas Martin, akik Tolnai vonzás körzetében a legnagyobb respekttel bíró természetfotósoknak számítanak, avatott szemmel választották ki a mintegy 100 munkából, mind témájában, mind megvalósításában a legjobbakat. A képek többsége üzenetértékű, mennyi illegális szemetelés történik folyamatosan Tolnán, illetve a várost körülvevő, még mindig szép, értékes természeti környezetben. Csongrádi Dávid először vett részt ilyen kiállításon, ő a különlegesen szép, az egyedi megmutatására törekedett, ezért hajnalban kelve sokszor barangolt a bogyiszlói töltésen. A Zöld függöny mögött című képemet például Bogyiszlón egy nádasban sikerült lekapnom, viszont a mai fiatalság szerintem nem nagyon mozdul már ki ennyire, nem éli át a természetet, nem mozog abban a csendben, és nem várja meg ezt a jelenséget, hogy olyan dolgokat is észrevegyen, ami igazából ott van ő mellette, de csak elsuhan mellette, meg megzavarja a természetnek ezt a szépségét. Nekem viszonylag nagy szerencsém volt, igazából azért sikerült ezt a képet elkészítsem, mert szertettem egy teleobjektívre, és ki akartam próbálni. Igazából annyit kellett hozzátennem, hogy cipő nélkül gyalogoltam a füvön, meglehetősen csendben, próbáltam minél messzebbről kiszagolni azt a lehetőséget, hogy a nádasban talán hol tudnék elkapni egy nádirigót. Sikerült. A másik két képért már nem kellett küzdeni a felnőtt kategória második helyzetjének. Az újszülött című képem az egy kaputartó betonpilléren nyíló friss hajtás. Igazából itt is csak arra voltam képes, hogy a teleobjektív az mégis mire képes, mint háttérelmosásban, mennyire lesz éles a kép. Lényegében ez a három kép mind próba, az a kettő kép, ez próbakép gyakorlatilag. Ez a teleobjektívnak az első egy hete vagy két hete, amíg próbálgattam, hogy mit tudnék belőle kihozni. A film videó kategóriában Mészáros Zoltán munkáját értékelte a legjobbra a zsűri. A gyakorlott természetjáró sportember meglehetősen lehangoló helyzetképet villantott fel a Tolna, illetve vonzás körzetében elkövetett környezet természetrombolásról. Díjat kaptam, az sajnos nagyon szomorú egyik oldalról, mert itt van ez a rengeteg szemét, amit igyekeztem bemutatni, vagy fölhívni az emberek figyelmét. Másik oldalról persze jó, hogy az embernek egy ilyen munkáját díjazzák, de ebben a legfontosabb az szerintem, hogy ez egy pár ember látta, ez a pár ember továbbadja, ez megint pár embernek továbbadja, és hát ha történik valami. Igen, Tolna nem a legtisztább sajnos. Ami Zoltánt elszomorítja, ezek a felvételek ugyanis még tavasszal készültek, a szemét stabilan ma is a helyén van. Még mindig ugyanott van, ahol én fölvettem, itt semmi nem történt, igen, sajnos. Esetleg egy jó üzenet is lehet, igen, van egy ilyen applikáció telefonon, hogy be lehet ütni, hogy hol vannak ezek a szemetek, ezt a fiammal megcsináltuk, de aztán kezeli-e valaki, vagy nem kezeli valaki, ezt nem tudom, de ez egy jó üzenet, így van. Tekintettel a hulladékok különlegességére, nagyságára, ezek begyűjtése, annak megszervezése bizony komoly összefogást igényel a környezetvédelem hivatásos és helyi civil szerveitől. Ami a tematikus fotókiállítást illeti, a nagy sikerre való tekintettel megeshet, hogy rövid idő elteltével egy újabb, hasonló pályázatot hirdetnek meg a Tolnai Művelődés Szervezők.